Na, újra itt vagyunk a budapesti reptéren, és akkor most irány Skócia. Budapestről Glasgow-ba Wizzairre repültünk, ahogy megérkeztünk, átvettünk a bérelt autónkat és elindultunk az első szállásunkra Edinburgh-ba. Na meg is érkeztünk Skóciába. Mindjárt átvesszük az autót, már a papírokat lepapíroztuk. A lényeg az, hogy nincs kis kocsiuk, ezért mindenféleképpen rá akart beszélni egy sokkal nagyobbra, és hogy fizessek rá még 120 ezer forintot. Mondtam, hogy nem. Mondtam, hogy szegény magyarok vagyunk, és erre adatta ingyen. Mert most... még utána derült ki, hogy nincs kis kocsia, azt nem mondta. Csak, hogy szarakozottak. Igen, mindenre próbálkozott, hogy rábeszéljen minket, de nem hagytuk magunkat. A glasgowi reptérről Edinburgh-ba kb. 1 óra az út, főleg autópályán. Első nap nagyon furcsa volt a bal oldalon közlekedni, és nem nagyon éreztem az autó bal oldalát, ezért elég sokszor a vonalon mentem. Skóciában a szállás árak elég magasak, de Edinburgh külvárosában találtunk egy olyan szállást, ami amúgy egy kollégium, és nyáron kiadják az üres kollégiumi szobákat. De az ágy, ami a szálláson volt, csupán 120 cm széles, szóval ezt a szállást csak akkor ajánlom, ha páratokkal mentek. Na, sikerült a parkolást elintézni, a szemben lévő boltba vettünk 2 darab mirelit kaját, ezt megesztük, és mondjuk aludni, és holnap Edinburgh-ot fogjuk felfedezni. A jó reggelt mindenkinek! Megkezdjük az első teljes napunkat itt Skóciában, azon belül is Edinburgh-ot fogjuk ma bejárni. A városba a helyi tömegközlekedéssel mentünk be, egy 24 órás jegyára Edinburgh-ban 5 font. Itt vagyunk a Princess Street Gardenen, és ott van mögöttem a Edinburgh vára, pont nem látszik szépen, de ott van, és akkor itt fogunk most sétálni egy nagyot. Egyébként Edinburgh Skócia fővárosa és második legnépesebb városa. A városnéző sétánkat a Princess Street Gardenben kezdtük, amit egy régi tó lecsapolása után hoztak létre, és itt található a világ leghíresebb 1903-ban megalkotott virágórája is. Innen az út túladára mentünk, ahol található a Skócia Nemzeti Galéria. Itt tovább sétáltunk egészen a Sir Walter Scott emlékműig. Itt állunk Sir Walter Scottnak az emlékműjénél. Ez a legnagyobb emlékmű, amit írónak emeltek az egész világon. Ebből is látszik, hogy mekkora alakja a skót irodalomnak. Edinburgh-nak nagyon jó a tömegközlekedése, viszont autóval kb. Lehetetlen bejönni, és parkolóhelyek sincsenek, kb. Sehol se látunk parkolóautókat. Gyertek be ti is tömegközlekedéssel! Ha bárkit is érdekel Skócia történelme, akkor ebbe a múzeumban menjen, ami itt van mögöttem, itt skót történelmet mesélik el színészek. És ennek a múzeumnak az ára 24 font. Innen felsétáltunk az óvárosba, a belváros nem túl nagy, gyalogszere könnyen bejárható. Itt a 18. századig a szegények és a gazdagok együtt éltek, és a túlzsúfoltság és a kosz miatt szinte elviselhetetlenné vált az élet. Utána az 1700-as évek végén megépítették a Newtown-t, és a gazdagok elkezdtek átköltözni oda. Érdemes végig sétálni a Royal Mile-on, itt rengeteg bolt, étterem és múzeum található, és a végén pedig a vár. Két múzeumba is bementünk, az egyik a Gladstone's Land, ami egy tipikus 17. századi ház, a házban minden szinten különböző korról mesélnek. Ennek az ára 10 font volt. Ezen felül bementünk a Museum of Edinburgh-ba is. Museum of Edinburgh ingyenesen látogatható. Ja, esik az első, akkor nem veszem fel a napszemüveget. Itt nem töltöttünk el sok időt. Innen lesétáltunk a Skót Parlamenthez,
amit II. Erzsébet 2004-ben adott át, miután az 1997-es skót népszavazáson megszavaztak maguknak több autonómiát a skótok. Innen pedig felsétáltunk a Carlton Hillre. Na itt vagyunk, éppen megmásztuk a Carlton Hillt, és elvileg innen a legszebb a kilátás a városra. A kilátás valóban gyönyörű volt, a domb tetején több épület is található, például a Skócia nemzetemlékműve, ami a Partenon mása akart lenni, csak nem maradt elég pénz befejezni. Ezen felül itt van a Nelson emlékmű névre keresztelt torony is. Innen visszamentünk a városba, és egy picit megpihentünk a St. Andrew Gardenben. Majd találkoztunk egy kint lévő magyar ismerősünkkel, és lesétáltunk még egy picit. Majd egy helyi pubban zártuk az estét. Jó reggelt! Megkezdjük a második teljes napunkat is itt Skóciában, és először megreggelizünk, és utána pedig elkezdjük a road tripünket. Edinburgh-ba először észak, majd keleti irányba haladtunk. Az elején még autópályán, majd egyre keskenyebb utakon. Ekkor még nem sejtettük, hogy a következő napban ennél már nem nagyon lesznek szélesebbek az utak. Kb. Egy óra alatt el is értük az első megállónkat, az East Newcot, azaz a keleti sarkot. Itt sorban vannak egymás után ilyen kis halászfalvak, és ezek a halászfalvak voltak a fő kereskedelmi pontok Skócia és az európai kontinens között, még nagyon régen, most már nyilván nem. Az első faluban, ahol megálltunk, csak hangulatos lakóházak voltak, melyek kis ösvény, és itt sétáltunk egy picit. Szerintem menjünk a következő faluba. Már átjöttünk egy faluban arrébb, kb. 5 perc volt ez kocsival, és itt azért sokkal nőbb az élet. Ebből a városból lehet elmenni az Isle of Man-re, ahol vannak a fókák, és hát mi nem megyünk sajnos. És akkor innen tovább megyünk St. Andrew-ba, ami kb. 20 percre van innen autóval. Na itt vagyunk, megérkeztünk St. Andrew-ba, ami egy 11 000 fős kis település, és itt találták fel a golfot. Itt működik Skócia legrégebbi egyeteme is, amit az 1400-as években alapítottak. Egyik főbb látványossága a katedrális, ezt mindjárt megtekintjük, de megéri csak a városban is sétálni egyet. Ott van mögöttem a város, és ezzel szemben van egy gyönyörű szép tengerpart, ide is érdemes ezzel kisétálni. Amúgy az időjárásról annyit, hogy az előbb, amikor a faluba voltunk, akkor rövid ujjas voltam és melegen volt, most meg egy pulcsiba fázok, és a kettő között kb. 20-25 perc telt el. A 12. század környékén épült a katedrális, aztán az építőköveit elhordták, és a St. Andrew's Castle-t építették fel belőle. Kb. Ennyi maradt a katedrálisból, amit előttünk van. A katedrálisba 3,75 font bemenni, de kívülről is kb. Ugyanúgy néz ki, úgyhogy innen megcsodáltuk, és menjünk vissza a kocsihoz lassan, és ebédelünk, és utána egy másfél óra kocsikázás vár ránk a következő állomásig. Amikor megjöttünk, akkor azok még a vízben voltak. Merül befogták.
Na itt vagyunk a következő állomáson, a Dunatar Castle-nál, úgyhogy ezt gyorsan megnézzük, és utána folytatjuk utunkat. 11:50 a belépő ide, hogyha bárkit érdekel, és font ráadásul. Ez a kastély Aberdeentől 20 percet délre található. A kastély körül a táj csodálatos volt, szóval sétáltunk egyet, de nem mentünk be a kastélyba. Skócia gyönyörű. Innen folytattuk utunkat Aberdeenen keresztül a szállásunkig. Aberdeenben csak vásárolni álltunk meg. A városnak a második neve az, hogy Gránit város, ami illik is rá. A házak is végig szürkék voltak, és az idő is, szóval nem a legbarátságosabb város a világon. Egyébként Aberdeen Európa legjelentősebb tengerparti olajkitermelő központja. Innen tovább mentünk egészen a következő szállásunkig, Kemnébe, ami sokkal jobb és olcsóbb volt, mint az első, de ez egy nagyon pici város, szóval valószínűleg ezért, és itt tettem Skóciában a legjobb hamburgert. Na, megérkeztünk a következő városba, ahol van a szállásunk is, Kimni. Ez a város nem tudom miről nevezetes, de nagyon jó áron találtunk szállást. Itt vagyunk, tök jó a szoba, minden tök jó, és csupán 48 fontot fizettem érte. Mára szerintem ennyi, még itt azért sétálunk egyet, meg megvacsorázunk, és akkor holnap folytatjuk. Már 15 percen belül visszafordulni. Na, basszus. Na, jó reggelt! Ma elbúcsúzunk ettől a nagyon kis kellemes szobától, és ma elmegyünk Loch Nesshez is, szóval ma Loch Nesst is meg fogjuk nézni, hát ha találkozunk a szörnyel, na, induljunk is el. Ha a környéken jártok, akkor nagyon tudom ajánlani ezt a szállást, tényleg nagyon jó volt. Na, a srácok már dolgoznak. Reggelire és ebédre is általában a helyi szupermarketbe vásároltunk meal dealt, ami ilyen 4 font körül volt, és tartalmazott egy főételt, ami szendvics vagy amilyen hideg tésztaétel volt, egy desszertet és egy üdítőt. Ezen a reggelen a helyi Coop-ban vásároltunk, és utána elindultunk Inverness irányába. Kiskerülve mentünk és szebbnél szebb utakon, és elég gyakran meg is álltunk körbenézni. Itt már tényleg olyan tájakat láttunk, amint az ember elképzel a vidéki Skóciáról. Ott van a Corgough Castle, és amúgy egy nemzeti parkon keresztül megyünk, egyre magasabban vagyunk, és egyre változik a táj, és gyönyörű szép. Ez igazi Skócia, ez amit van mögöttem. Kezdem megszokni, hogy a rossz oldalt kell vezetni, már kevésbé fárasztom, mint tegnap volt, és szerencsére alig van forgalom, úgyhogy így azért tudok nézelődni is. Útközben még egy sípálya mellett is elhaladtunk, nem is tudtam, hogy Skóciában vannak sípályák. Innen Inverness érintésével értük el Loch Nesst. Akkor a Loch Ness partján itt meg fogunk most ebédelni, amiket magunkkal hoztunk a Coop-ból.
Itt meg akartuk nézni a híres várromot a partról, de olyan sokan voltak, hogy sehol se találtunk parkolót, szóval elmentünk inkább a szállásra, ami Inverness külvárosában volt. Na itt vagyunk a Loch Ness partján, megpróbáltunk elmenni ahhoz a híres kastélyhoz, ami itt található valahol, de az összes parkolási lehetőség tele van. Úgyhogy megfordultunk, és hát visszamegyünk, elindulunk a szállás fele, mert... Szóval bármikor erre jártok, és be akartok menni a kastélyba, akkor online előre vegyetek egyet, és akkor beengednek abba a parkolóba, ami a kastély. De azt nem engedik meg, hogy csak megálljott, és körbenéz. Jó. Nehezen, de megérkeztünk a következő szálláshelyünkre. Kávéval nyilván leittam magam. Csak a hölgy még nincs itt. Vagy úr. Nagyon kellemes idő lett. Nem esik az eső, sőt még a nap is kisütött. Nagyon jó, 5 perc múlva jön a busz, ami amúgy fél óránként jár, és képzeljétek, hogy a szállásadónk azt mondta, hogy mi vagyunk az első magyarok, akik megszálltak nála. Az összes többi uniós országot már kihúzta a listáról, már csak a magyarok maradtak. És mi ezt teljesítettük, úgyhogy is boldog. Be is jöttük a városba, itt vagyunk Invernessnek a belvárosában. Ezt a város szokás a Skót Felföld fővárosának is hívni, és ennek a városnak a népessége nő legdinamikusabban egész Nyugat-Európában. Valószínűleg a következő 20-30 évben meg fog duplázódni. A helyi galambok a sirályok. Inverness egy kellemes kis város, gyalogszerrel könnyen bejárható. Mi sétáltunk egy kellemeset a folyó partján, és ettünk egy olyan helyi kifőzdében fish and chipset, ahol csak elvitelre lehetett kérni, és még a hely előtti sorban álltak a helyiek. Ez tényleg finom volt. Egy jó fish and chips, meg egy jó Scottish pie. Majd megkóstoltam egy helyi whiskyt egy bárban, majd visszaindultunk a szállásra. Az egész skót utazás nem fog egy részbe beleférni, úgyhogy ez az első résznek a vége. Úgyhogy ha tetszett, iratkozzatok fel, lájkoljátok. A következő részben Skye szigetére megyünk, majd Skócia nyugati partján elindulunk délre, és megnézzünk pár Harry Potteres forgatási helyszínt. Azt a részt se hagyjátok ki. Na, sziasztok!